Sziasztok, Máté vagyok, és a mai videóban a sima hajráfonást fogom nektek elkészíteni. Itt van velem Stella, vele már készítettem szerintem körülbelül egy éve egy ilyen hamis hajráfonást, amit tényleg még magatoknak is meg tudtok csinálni, viszont nem gondoltam volna, hogy a hajráfonásra is kíváncsiak lennétek, mert szerintem az annyira egyszerű, de írtátok többen is nekem kommentben, hogy csináljak róla nektek videót, és megkértem Stellát, mivel neki láthatjátok, hogy rövid haja van, vagyis hosszú hajból még egyszerűbb az elkészítése. Úgyhogy kezdjünk is ehhez a sima hajráfonáshoz. Először válasszunk le egy vékony sávot, itt az homlok vonallal párhuzamosan, és a többi hajat fésüljük hátra, hogyha megcsatoljátok még egy-egy hajcsattal, akkor még egyszerűbb lesz a dolgotok. És ezután egy kicsit ilyen kifordított fejtartásban kell tartani a szegény Stellának a fejét. És ezen a sávon fogok végigmenni, és itt fogom befonni ezt a hajráfonást. Egy kicsit a fül mögül kezdem el, hogy már mikor ide érek, akkor is egy kicsit vastagabb legyen már a fonás. Ezt a részt három egyenlő részre választom, és ezután egy sima hármas fonásként kezdem el fonni, viszont mikor másodjára középre teszem a homlok felőli részt, annyi lesz a változás, hogy mindig választok egy-egy vékony sávot, és a homlok felőli oldalhoz hozzáadjuk. Ezután felülről nem kell adni plusz tincseket, mindig csak a homlok felől fogunk adni. Megint a homlok részhez értünk, választok egy sávot, az ujjammal beleigazítom, hátulról pedig nem adok semmilyen extra tincset. És ezt kell elkészítenünk teljesen a másik fülig. Ne aggódjatok, hogyha nektek is vannak itt apró babahajak, amik esetleg nem érnek el ebbe a hajráfonásba, majd a végén hajlakkal hozzá fogjuk őket simítani a fonáshoz. Ezt a hajráfonást is elkészíthetitek fordított hármas fonással, vagy akár négyes fonással, vagy vízesés fonással, hogy átmennek rajta a tincsek. Tehát rengetegféleképpen lehet variálni. Ha gondoljátok, akkor majd később azokról is csinálok nektek külön videót, de legalább így már tudjuk, hogy mi is az alapja a hajráfonásnak. Mikor már itt a szemöldökkel szinte egy vonalban járunk, akkor próbáljuk a fonást így egy kicsit hátrafele vezetni, nem pedig lefele egyenesen, mert majd a többi haj alá fogjuk becsatolni, hogy elrejtse a gumizott részt. My jog is my